Hogyha Hubert Pétert keresünk a mezőnyben, könnyen megtalálhatunk téged, hiszen te vagy az a versenyző, akinek egy darab matrica sincs a motorján, ami nekem is személy szerint nagyon tetszik. Ez miért van? Igen, tehát ez egy olyan sztori, hogy az idei évben már úgy volt, hogy nem is nagyon fogok versenyezni, és elindultam az első két versenyen, és harmadik voltam a pontállásban, gondoltam, hogy akkor csak folytatom, hát ha kisül még belőle valami jó is, és akkor most vettünk egy új motort, és ez egy saját motor, és tulajdonképpen most így privátban nyomom, és a matica azért nagyon nincsen rajta. Ugye az első versenyen egy KTM-en láttunk, aztán a másodikon egy Hondával, most megint egy KTM-mel, ez mit akar ez a történet? Igen, az első verseny előtt tönkrement a saját motorom, a régebbi motorjaim még megvannak, a Hondák, és jött egy lehetőség, hogy kipróbáltam egy KTM-et, és értem ezzel a lehetőséggel, és a következő versenyen összeállt a saját motorom, össze tudtuk rakni, és azzal indultam, és a Pilisévi fordulóra viszont már lett egy saját új motorom, és akkor most már azzal megyek. Ez teljesen gyári, tehát se futómű nincsen belőve rajta, úgy, ahogy kijön a szalomból, rátettétek a kettes rajtszámot, és annyi? Hát körülbelül igen, most egy kipufogó van rajta, úgyhogy ennyi. És milyen ilyen motorral fölvenni a versenyt azért a jobban felkészült ellenfelekkel? Hát sokat nem mentem még vele, még szokom nagyon a motort egyelőre, ilyen külső beállításokat, azt így nézegetem, hogy mire, hogyan reagál. Még nagyon elején vagyok a dolognak, de mégis az a lényeg, hogy ott tudjak vele motorozni, és az eddig megvolt, úgyhogy többé nem számít. A freestyle motocrosszal mi van? Mert hogy esetleg nem tudnák a kedves nézők, akkor te freestyle-ban is nagyon ott vagy az elejében. Most ezt egy kicsit hanyagold a motocross miatt? Igen, ez mindig egy kicsit ilyen érdekes dolog, mert szeretném azt is csinálni, csak mikor így mennek a cross versenyek, akkor nehéz rá időt szakítani, hogy azzal is foglalkozzak. De majd most lesz a versenynaptárban a szünet, szóval júniusban sem lesz verseny, meg augusztusban sem nagyon, és majd szeretnék egy kicsit többet foglalkozni ezzel a dolggal. Hátraszaltó már megy? Nem. Az még nem. Sok más trükk megy, de az még nem megy. Mi kell ahhoz tényleg? Hát azért te motoron születtél szinte, azért értesz is hozzájuk, meg tényleg készségszinten tudod őket kezelni, és az embernek annyira egyszerűnek tűnik, amikor látja a srácokat, ahogyan ugrálnak a hátraszaltókat. Ez milyen belülről egy ilyen hátraszaltót kivitelezni? Talán próbálkoztál már vele? Hát, nagyon nagy poénból biciklivel egyszer, de akkor sem voltam teljesen. Na mindegy, szóval volt ilyen próba, de ez csak egy poénból volt. Nem tudom, hát igazából lehet, hogy nem ez a legnehezebb trükk, tehát ezt mondják többen, hogy nem ez a legnehezebb, de tehát ez olyan, hogy vagy sikerül, vagy nem, és ha nem, akkor az elég nagyobb eselben lesz, vagy inkább itt ebben ez a probléma, hogy tényleg annak sikerülnie kell elsőre. Tehát a többi trükknél meg ott lehet variálni, hogy ha hibázol, akkor még azt tudod korrigálni valamelyest, itt azért szerintem annyira nem. Visszaugorván a motocrossra, itt Nyársapáti versenytől mit vársz, mit remélsz? Mai versenytől? Hát tulajdonképpen nem várok semmit, azt várom, hogy egy nagyon jót tudjak motorozni, és ennyi. Semmi elvárás nincsen. Az éveddel kapcsolatban sem? Tehát nincs egy ilyen kitűzött cél, az a célod, hogy minden versenyre jössz és jól érezed magad? Ez a cél. Ennél többet nem szeretnék az idejében, csak jót motorozni.